Dicsérjen a hó,
Tudjuk, a Zsoltárról 130 is voltál, és egy reggel Jézus hallgassanak meg. Nem várják ilyenre,
Yeah.
akit teremtettél. Szeretlek, mivel atyámmal is lettél. Ha terhelted itt szükséggel életem, bizodalmamat benned helyezteltem, mert hatalmas vagy engem megtartani. Még nyavaján is jómra fordítani. Imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet és kedvezítőmet, megszentelőmet s erősítőmet, én Istenemet, te segítőmet. Imádlak téged, urát kezdetemnek,
virágzik, mint a mező virága. Átmegy rajta a szél, és nincsen többé, és nem ismeri őt többé a helyesen. Átmegy rajta a szél, thank you.
Stílusban alkot. Értelemszerűen, amikor van egy művész, vagy egy muzsikus, egy szerző, akkor próbál az ő muzsikájához stílusban igazodni. Így aztán én el is hoztam néhány olyan lemezt, most nem mint zenész, hanem mint kiadó mondom ezt, hogy már több mint 20 lemezt készítettünk együtt Gézával. Ezek között vannak karácsonyi lemezek, van blues muzsika, van Sebő együttes nyesőm van, aztán nagyon sokféle lemez van, és van egy néhány kaláka lemez is, gyereklemezek is, és felnőtt lemezek is. Van egy olyan lemez, ahol azt írtam oda, hogy citerás dalok, és családi kör a címe. Azért családi kör duplán, mert én a családommal adom elő azt a lemezt, a gyerekeimmel, öcsémmel, és azért is, mert a családi kör című Arany János vers rajta van. Most tudtuk, ezzel nem fogom elmondani, hogy melyik nóta melyik felekezethez tartozik, mert úgyis tudják, Arany János, hogy református volt, hát. De hát ennek semmi köze hozzá lehet. Nagyon régóta, csak azért mondok még egy történetet, mert nagyon benne van még a fülünkben ez a gyönyörű muzsika, ahogy elhangzott az imént. Szóval nagyon szerettem ezt a családi kör című verset már gyerekkorom óta, és sokszor gondolkoztam rajta, hogy hogy lehetne elénekelni. Több részből áll, gondoltam én, többféle dallamot kéne hozzá kitalálni, gondoltam én, hogy részekre osztani, hát nem lehet ezt egyfolytában. És aztán egy furcsa találkozás volt, egyszer egy ilyen moldvai csángó lány énekelgetett nekem néhány nótát. Aztán olyanokat, amiket esetleg én is ismertem volna, de azt mondta, hogy ő a nagymamájától tanult, aki egy híres énekes volt, és akkor beugrott nekem, hogy nehogy kell itt többféle A, meg B, meg C rész, meg nem tudom, mit se lehet csinálni. Szépen el kell énekelni egy olyan dallamra, ami passzol hozzá. Hát persze azért egy kicsit variálja az ember, mert ugye a prozódia így, meg úgy követeli, és aztán alkalmazok ehhez meg ahhoz, akkor Arany János családi kör. Ha esetleg elakadnék, segítsenek, mert mindenki kívülről tudja. Este van, este van, kiki nyugalomba, feketén bólingat az eper holombja, zúg az éjjé bogár, neki megy a falnak, vagy ott koppal, akkor azután elhallgat. Mint halába kellene, de valamennyi rögnek, lomhaföldi békák szanaszét göröngnek,
Csapokra denevér az elep sodorván, rikord az a vadolj csonka régi tornyán. Udvaron fehér lixőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejének. Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, pedig éhes borja nagyokat döf rajta. Ballag egy cica is, bohorászni leste, óvakodva lépked, hosszan elgyúlt testtel. Meg-megáll, körülnéz, most kapja hirtelen, s egy iromadással a fétvarba terem. Nyitva áll az ajtó, a tüzelő fénye, oly hívogatólag süt ki a sövényre. Ajtó előtt hever egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre állát nyújtja. Benne a házi asszony elszűri a tejet, kérő kisfiának engedi nyérget, aztán elmegyül a gyermek társaságba, mint csillagok közé nyájas foltvilágba. Egy eladóján a tűzre benyigét rak, ő a legnagyobb szem, a hajnali csillag. Vasalót tüzesít, új ruhája készen, csak vasalás híjas reggel ünneplészen. Körül az apróság, vidám mese mellett, zörgős jégű borsót vagy babot szemelget. Héjából időként tűzre vesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcokat. A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol, tűzre csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra, egy lyukból pap lesz, akárki megy másra. Legalább így szokta mondani az apjok, noha fiú nem imádságon kapva, jobban kedveli a verseket, nótákat, e félét csinálni maga is próbálva. Fendül a papa most, letevé a gazda, csíkos tadiszkáját a szegre akasztja. Mutat az apró nép, örülne, ha benne madár lát a kenyér darabocskát lel. Rettenves igaz, ha amelyik belé nyúl, jaj, valami ördög, vagy ha nem, hát kis nyúl. Veszörem, aludni se tudnak az éhen, kínálják erősen káposzta levélvel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét, leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli porlepett ingével, mélyre van a szárva az életekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcszedői elsimulnak szépen. Gombűző kipáját a tűzbe meríti, nyájas szobú nője mosolyra deríti. Nem késik azonban a jőházi asszony, illő, hogy urának enni valót hozzon. Kiteszi közébe a nagy asztal széket, arra tálalja fel az egyszerű étket. Maga emett ő már, a gyerek sem éhes, de a férj úgy szólja, gyert közelebb édes. Jobb ízű akarat, ha mindnyájan esznek, egy-egy szárnyat szombat nyújt a kicsieknek. De vajon kizörget, nézd ki fiam sára, valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnunk be, ha tanyája nincsen, mennyit szenved, úgyis sok bezárt kilincsen. Visszajön anyánka, az utast behíván, béna harci lépben sok jó estét kíván. Isten áldja meg a kentek ételét is, így végezi a szót, meg az emberét is. Köszönj a gazda, része legyen benne, tölts a távoljon, ha elég nem lenne. Akkor hívja szépen, hogy üljön közelém, rá is áll az könnyen bár, szabódik elébe. Éhöget a nagy tál, kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillapítja vízzel. Szavuk sem igen van az alatt, míg esznek, természete már ez magyar embereknek.
De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszéde. Megered lassanként valamint a patak, mennél messze elfoly, annál inkább dagad. Az idős fiú is leteszi a könyvet, figyelmes arcával elég belég görnyen, és mihelyt a koldus megáll a beszédben, meséljen még egyet, imádkodik szépen. Nem mese az gyermek, így fedi az apja, rátekint a vándor és tovább folytatja. Néma kegyelettel függ gyerek a szaván, mind az egész ház mérve kiváltan leáll. Az mikor nem hallják, s mikor nem látják, pirulva kérdezi tőle testvér bátyát. Három éve múlik, hogy utána kérdez, még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez. Este van, este van, a tűz sem világít, kezdi hunyorgatni hangos szempilláit. A gyermek is álmos, egymár alszik éppen, félre billent fejjel az anyja ölében. Gyéren szól a vendég, rá nagyokat gondol, közbe-közbe csupán a macska dalomból. Majd a földre hintik az izegő szalmát, s átveszi egy tücsök csendes birodalmát. Lehet, hogy sokan megijednek ettől a citerás dalattal, a citer az valóban egy olyan egyszerű hangszernek tűnik, de olyan archaikus, hogy én régebben arra gondoltam, hogy biztos Dávid Kerelnek is valami hasonló hangszer lehetett, hát persze biztos nem, de az zenei lexikon szerint egy osztrák hangszerből lett magyar hangszer a 19. században, de én ezt abszolút nem hiszem. Szerintem valami legtéved. És ez egy annyira ősi hangszer, mindenfelé előfordul a világon, ilyen-olyan néven és hasonló. Most elkezdhetnék hangolni, mert... Hangoljam? Igen, szokták mondani, igaz, hogy nem a citerásokra, hanem a csembalistákra, vagy a... Nem, a landosokra. Tudom, mit lehetne mondani, ugye? Fél előtt itt hangosan, vagy a hangolással tőle, a másik felében hamisan játszik, nem? Adi Endre, Kocsi út az éjszakán. S az éj milyen sivatag néma, milyen szomorú vagyok én ma, milyen csonka ma a hold. Minden egész eltörött.
világ csak részekben lobban. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. Fut velem egy rossz szekér. Utána, mintha jajszó szállna, félig mély csönd és félig lárma. Fut velem egy rossz szekér. Hogyha az ember középen pengeti, vagy a szélén, akkor kicsit más hangot ad. Persze más pengetős hangszereknél is így van. De hogyha itt egész a szélén, akkor mintha a rezonáns húrok lennének, mint egy valamilyen indiai hangszeren. Talán ez adta az ötletet arra, hogy egy ilyen témájú verset énekeljek el. József Attila írta, mintha valamilyen mese lenne, úgy kezdődik. Indiában, hol éjjel a vadak. Mikor dédapa is kicsi volt még, élt egy nagy fejedelem. Parancsot adott, büszkét szigorút, fogjon mindenki szerszámot, odahol a lombzenére táncot lejt a hold, épüljön 700 ékes falota. 700 ékes falota közé kincstárat vasborra tatott, s a napot akarta rámeretni, mint óriás tüzes lakatot. Hiába szörnyedt el a nép, kérlelték vének és papot, ami égik ne hozd a földre, a kapukántja kérte a napot. Kezdjük létre a felhők szélihez, megbillenhoz, a létre leszakadt, fogtak sasokat könnyű szekérbe, s a hámot szétszették dalsmadarak. S míg sürgött irtózva cserénkizett, a dolgos népek megdöbben zömet, kisült a vetés, kigyúlt a város, kicsordult a nap lángos özöne. Álva szállott el a fejedelem,
a 700 palota helyét elfoglalta. Az őserdő egy hűvös éjjelen. Remek dolog veled együtt muzsikálni, ezt komolyan veszte. Nem van egyszerű ám ezeket csak úgy elsőre. De most egy olyan jön, ami nekem is elsőre. Ugyanis a múltkor a éjszakai sötétség után szépen ugye elszélettünk, és össze futottunk egy vacsorán Péterrel, amikor beszélgettünk róla, hogy micsoda dolog volt az, hogy itt lekaszálták a fákat, amikor muzsikálnunk kellett volna, és ezért nem volt áram. Miért nem szóltam nekik hamarabb, vagy később, hogy lehet előadni, szóval. De aztán beszéltünk arról, és mi történt azóta. Hát itt jártam, ott jártam, és mostan készülünk a Kalákával egy Szabó Lőrincre, a lemezre. Tényleg, és mondom, most éppen írtam egy nótát, és így gondoltam is rád, hogy úgy köngethetnél alá. És tényleg a múltkori próba után. Azt mondja, hát játsszuk el. Ha mondom, de még nem vagyok vele kész, hát jó, hát aztán kész lesz. Úgyhogy, hogy aztán még alakul, vagy nem alakul, nem tudom. De az is furcsa volt, hogy éppen Péter akkor jött haza Kínából, és mondtam neki, hogy ez a furcsa pentaton, mert B, C, E, F, G, B, ez a skálája, és azt mondja, hogy pont egy olyan hangszert hoztam, ami ebben a hangsorban van, mondta. De akkor én még nem tudtam, hogy mi a vers. De akkor még nem tudtad, hogy mi a vers, hogy a vers az egy kínai témájú vers, amely itt a távoló keletre mentünk Indiába. Ugye a Szabó Lőrincnek több ilyen verse van, bizonyára sokan ismerik a Zhuangzi álma című fantasztikus verset. Ez a Zhuangzi azt hiszem egy valóban élő személyiség volt, és talán az ő ötletéből vagy tanításáról írt a Szabó Lőrinc, de azt hiszem, hogy a végét azt már ő találta ki hozzá, bár nem vagyok irodalmára ki ezeket a dolgokat ki tudja bogarászni az irodalom történetben. Hát akkor hallgassanak egy ős bemutatót. Szabó Lőrinc, Zhuangzi álma. Meséltem, igen, lepke voltam, s a lepke vínon táncolt a napon. És nem is sejtette, hogy ő Zhuangzi, és most felébredtem, és most nem tudom. Most nem tudom, folytatta eltűnődve, mi az igazság, melyik lehetek. Hogy Zhuangzi álmodta-e a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet. Én jót nevettem, mert tréfáj Zhuangzi, ki voltál, te vagy Zhuangzi, te hát. Ő mosolygott, az álombeli lepke, én így hitte a maga igazát. Thank you.
mondatot. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok, és most már azt hiszem, hogy nincs igazság, hogy már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Gyonci álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én. Játszunk akkor egy gyerekdalt is, hisz Géza tervezett több gyereklemez címlapot, az ukulele lemeze, meg persze a családi is rajta van, a görög dinnye, hogy hajnal Anna megírta, esik az eső, szakad, iszik a dinnye dagad. Esik az eső, szakad, iszik a dinnye dagad. Olyan nagy lesz a dinnye, felír az égig szinte, hogy nem igaz egészben, azért úgy fele részben. Esik az eső, szakad, iszik a dinnye, dabad. Sima döv, sötét, zöld márvány, túlnőtt a levelek árnyán, napsüti, míg megérik, elkér majd kérve kérik. Magja már fekete fényes, húsa már ikrás édes, esik az eső, szakad, iszik a dinnye, dagad. Hozzák a jó domacskát, ami utcánkba behozzák, nehéz az Isten adta, szekér ne törj le alatta, esik az eső, szakad, iszik a dinnye, dagad. Ha én tündér lehetnék, amit szeretnék, tehetnék, piros dinnyében laknék, jobb lakást hol kaphatnék, kis késsel benne ülnék, egész nap szeletelnék, örömkéjemnél inhám, én soha meg nem unhám, esik az eső, szakad, iszik a dinnyek dagad. Iszik a dinnye, dagad. Esik az eső, szakad. Iszik a dinnye, dagad.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, zsoltárokkal és a régi liturgikus énekekkel kezdtük. A zsoltároknak nagyon sokat köszönhet a magyar költészet, amúgy is szinte mondhatjuk, hogy az első magyar versek még talán zsoltárfordítók voltak, és nagyon sokan álltak be ebbe a sorba, akik zsoltárokra parafrázisokat írtak, vagy éppen fordítottak, és nem csak Szent Simon Lánabert, vagy Balassi, akik a korai magyar csúcsai a magyar költészetnek, hanem később Adi és a többiek. És van egy mai magyar költő, aki számunkra, mármint muzsikusok számára írt néhány zsoltár átiratot. Ezek közé tartozik a 98. zsoltár is, ami többek között a családi körlemezünkön és a család előadásában rajta van. Zengén újra énekünk. Van ennek egy olyan lalalás refrénje, amit tulajdonképpen akár együtt is énekelhetnénk, mert olyan egyszerű. Megmutassam, vagy csak úgy majd menet közben mindenki. Csak be kell köszönülni a torkunkat, mert szükség lesz rá. Hát majd fogasz menni, majd elkezdem, és akkor mutatom először, amit a refrénytől, amit énekelünk, a lala. A lalalát azt sose kell ismételni, csak a végén, ellentétben a strófákkal, amiket ismételünk közben. Így szól. La 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 igazságos Isten, szintkedőt az úgyönök, hagyja győzt a minden nemzet látta őt, igazságos Isten, szintkedőt a tány előtt, hagyja győzt a ellen. Na most jön az ének! La 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 la. Szépvizek, kis folyók csörögve, madrobalja a tűhegyek, szent vagy mind örökre. Lengyel újra életünk, Isten szívi sérre, szent az Úr volt nekünk, serkent föld a lojhát, hozd elő a citerát, hozd elő a hárpát, trombitát is küldzenét, úgy király az Isten, harcsodától tengerét, ő dicsérje minden. Trombitát is küldzenét, úgy király az Isten, harcsodától tengerét, ő dicsérje minden. Úrus! Most már sokszor emlegettük, hogy a januári elmaradt koncertnek ez a pótlása. Ugye az a nap, amikor az a koncert lett volna, az a magyar kultúra napja, hisz Kölcsey Ferenc ezen napon írta a himnuszt. Azért kicsit még most is benne van a gondolataink között, hogy valahogy ezt a himnusz születésnapjára szántuk volna ezt a koncertet, és valahogy a liturgikus énekekből ide visszakanyarodtunk a zsoltárokhoz, és bizonyára sokan tudják, hogy Kölcsey Ferencnek is a
himnusz írásához, ahol még Zsoltár adta, azt hiszem a 45. ahol a Jákob népének a szenvedését és az Isten oltalmát kérve írja meg a Zsoltár költő azt a verset. És vajon milyen zenére képzelte ezt Kölcsei? Hát ezt igazából nem tudjuk. Sokan azt mondják, hogy formája megismerni a kanász cifrajárásáról, hogy azt mondta volna. Próbálják rá énekelni, tulajdonképpen sikerülni fog. Most mindenki megkapja a himnuszt, aki csak az első strófát tudja, valamennyien így vagyunk, azt hiszem vele, hogy nehéz lenne gyorsan előkaparni az agyunkból az összeset, úgy menne, hogyha sokáig ülnénk egymagunkban. De vajon milyen dallamon, és aztán kiírtak egy pályázatot, a Kölcsei Ferenc nem adott hozzá dallamot, hogy mire kell énekelni, mint hogy a Balassi megadta, hogy milyen énekre kell énekelni, és kiírtak egy pályázatot. Erre 21 néhányan jelentkeztek, köztük Erkel Ferenc is, valamikor a később időkben. És egy olyan dallammal nyerte meg, amit hát ma himnuszként tisztelünk, és gyakorlatilag számunkra lelkünkben összenőtt magával Kölcsei versével, de hát ez végül is lehetett volna másképp. Megvannak, most már a titkos pályázatot kibontották, és kiderült, hogy kik pályáztak és milyen dallamokkal. Azt se titok, hogy Erkel Ferenc az kicsit a Haydn melódiájára, Gotterhalte német himnusznak a kicsit a mintájára írta, hogyha belegondolnak az első sorra, hogy tulajdonképpen kicsit még hasonlít is, mert hát a kicsit más ritmusba írta, hogy azt annak idején a korabeli vermunkos muzsika ritmusára valahogy. De hát most már olyan a himnusz, aminek ismerjük, hol egy fél hanggal följebb énekeljük, hol egy fél hanggal lejjebb énekeljük, mert kicsit túl nagy a hangterjedelme. De most ugrok egyet. A hangzó helikonról már talán itt beszéltünk is Solymáron, télen is, amikor itt muzsikáltunk a Kanárka együttessel, akkor is ide elhoztuk magunkkal, ez egy olyan CD mellékletes verseskötet sorozat, ahol egy előadó művész és egy költő találkozását állítjuk mindig párba. Nagyon sok ilyen van, Sebő József Attila, Kanárka Arany János, és tovább legutóbb tavaly a Hobo Pilinszky jelent meg, ajánlom figyelmükbe egy gyönyörű szép lemez. Itt most nem kapható, mert ide olyan lemezeket hoztunk, aminek Barcsi Géza tervezte a címlapját, ez a speciális válogatás, de azért ajánlom szeretettel, hogy itt is lehet vásárolni, viszonylag kedvezményesen áron ezeket. És van egy olyan katalógus is, ahol benne van minden, amit megtalálhatnak a mi kiadványaink közül. Na, de ebben a sorozatban, a Hangzó Helikonban elhatároztuk, hogy a historiás énekek is tulajdonképpen a magyar költészet része, az nem egy költő írta, de szépen bele lehet rakni az egész magyar történelmet. Ugye van a honfoglalástól kezdve, nem azt, mint akkor írták volna, később írták meg krónikákban, hát jobbára még az 1500-as évek énekeidől, de elmentünk egészen a honfoglalástól, ugye Farkas András éneke, aki összehasonlította, hogy ahogy a zsidókat ugye kihozta Mózes, ugyanúgy hozta ki Szkitiából a magyarokat, a honfoglalók vezérét, és eljutottunk a végig, és vajon mivel fejezzük be? És hát akkor eszünkbe jutott, hogy a himnusz az végül is egy ilyen krónikás ének. Kicsit benne van a történelmünk, kicsit az Isten áldását kérve, benne van az a lelkület, ami annyira a magyar himnuszra jellemző, hogy nem is tudom, hogy a föld más himnusza, ugye mindig hallgatjuk foci VB-n, hogy egész másfajta. A himnusz az nem egyfajta dolog. Mindenki megkapta a papírt? Igen. Na hát akkor hallgassuk meg most Szorák Kati előadásával azt a erdélyi népdalt, aminek a dallamára ebben a bizonyos Hangzó Helikon kötetben Kátai Zoli barátom az ötletem nyomán elénekelte a himnuszt, nem csak az első strófáját, hanem az összeset. Utána majd próbáljuk összeszedni magunkat, és próbáljuk elénekelni az egészet. Úgyhogy nem biztos, hogy mindig tökéletesen együtt lesz a szótagaink, de remélem, hogy majd a lelkiségében az egész úgy alakul, ahogy ezt tervezzük. Hát akkor hallgassuk meg ezt a Hallod-e Tetsz a Szelidecske című néptalt. Hallod-e Tetsz a Szelidecske, leány vagy-e? Nem vagyok én, szelidecske, se leány, de
mert nem tudom, van még valahol, mert én sem tudom kívülről azt a... Kicsit vegyük ezt lejjebb, nem? Igen, lejjebb. Egy nagy ágyúval vegyük lejjebb. Természetesen ezek túl... Természetesen ezeket a gyönyörű díszítéseket nem vágyunk el a művőtől, hanem úgy kicsit lecsupaszítva, strófa szerkezetre igazítva. Milyen hangon kezdjük? Isten áld meg a magyar jó kedvel, bőséggel. Nyújt feléje védőkar, ha küzdelmességgel. Balsors, aki gyújt karakkád legben.
Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hát megmondjuk a szépen éneket! Hát ez egy lehetőség. Tisztelt Fegyelműsorra, hogy búcsúzik a mai csapat. Hol vagytok? Pejcsik Péter, András Kizikert. Pejcsik Péter, András Gyuri. Rúgunk Dániás barátokat. És Kimberi Balcsik Géza. Köszönjük szépen, viszontlátásra, jó éjszakát.